mai Románia területén található, a magyar történelemben is fontos szerepet játszó Zabolay Mikes kastély, amelynek alapját egy kétszintes, magas sátortetővel fedett négyzetes tornácos reneszánsz udvarház adta. A kastélyról az első írásos emlék 1629-ből származik, de valószínű, hogy már jóval korábban, a 15.-16. században is állt a helyén egy erődített udvarház. Mai alakját 1867-ben nyerte el, amikor Mikes Benedek gróf egy manzárt szinttel toldotta meg az épületet, és a tetőtérben lakószobákat alakítatott ki. Az építmény falait a földszinten áttörték, így nyitott kapubejáróval és háromszintessé vált tornácával különleges látványt nyújt. A kastélyt kisebb megszakít mind a mai napig a Mikes család birtokolja, amelynek egyik leghíresebb tagja, II. Rákóczi Ferenc titkára Mikes Kelemen volt, de itt született Erdély Széchenyije, a neves gróf Mikó Imre, erdélyi magyar államférfi is. Az épületben a kommunizmus idején nyaraló, kórház, majd szanatórium és elmegyógyintézet is működött. A birtok építményeit ma egy szemetgyönyörködtető, erdős arborétum veszi körül.